győzelemhez erőllét, gyorsaság és taktika kell. A monitor előtt is. A hazai e-sport támogatója a K&H Bank. Dönts okosan! Folytassuk akkor a Hunes FIFA Masters Powered by KMC május havi döntőjét, hiszen ugye letudtuk a PS4-es konzolt, és aztán természetesen most jönnek az Xbox-os harcosok. Ugye hárman maradtak itt is, és igazából ahogy nézem az ágrajzot, egy nagy meglepetés mindenképp történt itt, hiszen ugye miközben elindult az alsóági döntő, szóval a nagyon nagy meglepetés, hogy ugye az első hónap döntőjében, ugye, ott volt Boresz, de most nem sikerült igazából eljutnia. Eddig Branti meg tudta őt verni az alsóág második fordulójában, de közben már ő is kiesett, ugye, így mesteretek, ha minden igaz, ő Shero az ismertebb nevén, és Cselszky ellen lép pályára. Shero ugye egy igazán feltörekvő tehetség, többek között megnyerte a megyék csatája kiírását is Xboxon, ami egy óriási teljesítmény volt, hiszen a semmiből érkezett, úgymond, és hát úgy döntött, meg úgy tűnik, hogy most is megpróbálkozik majd meglepni egy kicsit a hazai fifás közösséget. Ellenfele pedig Cselszky igazából. Úgyhogy megnézzük. A két játékosnál egyébként eltérő egy esetben az, hogy milyen felállásokat preferálnak. Sherónál amúgy a 4-4-2 az, ami ugye a közkedvelt a 4-1-2-1-2 mellett, miközben ugyanez igaz Cselszkyre is, viszont nála azért a 4-2-3-1 is előjön. Ráadásul nála a májusi selejtezőnél volt az első alkalom, hogy kipróbálta a csapatával ezt a felállást, és úgy tűnik bejött neki, mert egész szépen eljutott igazából a döntőig. Ha jól látom, akkor kékben lehet a Cselszky féle csapat. Miközben ugye zöldben pedig Shero, nézzük! Óriási Edersonnak a becsúszás, meg hogy kijött a kapuból! Ennek ellenére megvan a vezető találat. Kérem szépen! Pedig mindent bevetett. Cselszky, mindjárt én megvárom egyébként a találatok számánál, hogy ki mellé írják be ezt az eredményt. Kíváncsiá tesz, mert alapvetően lehet, hogy a Cselszkyből kiindulva az mégiscsak a Chelsea rajongót takarna, és azért gondoltam azt, hogy a kék mez az lehet a valós, és ott volt rögtön az egyenlítési lehetőség. De nem jön össze. Egy dolgot még gyorsan kiderítek. Hát elvileg Ederson az ő kapujában áll, úgyhogy Cselszky lesz tényleg a kékmezes. Miközben ugye ellenfele zöldmezben, ugye Shero. Két játékos egyébként. Shero azt nyilatkozta, hogy ő azért különösebben a havi döntőre nem készült, de azért természetesen jó néhány olyan erősebb ellenfél ellen lejátszott egy jó pár mérkőzést, akikkel egyébként is szokott trenírozni. És minél több játékos ellen próbál ilyenkor játszani, ez képezheti azt a fajta felkészülési taktikát, ami gyakorlatilag ugye minél több játékstílussal találja magát szemben ilyenkor az ember, az inkább azt jelentheti, hogy hopp, miközben két embert is átvert, és aztán kapura tűzte a labdát, szóval ez azt jelentheti, hogy igencsak jól fel tud készülni ilyenkor az ember, kevesebb meglepetés érhet, és egyelőre úgy tűnik, hogy valóban ő vezet, és akkor ő van zöld mezben, ez most már tuti biztos felé. A kedvenc lapjával cselezgetett. Nemrég szerezte meg egyébként ezt a 95-ös pelét, miközben Van der Sarral kellett kijönni a kapujából. És leginkább ugye azért tartja pelét a
legjobb, vagy hát számára a legkedvencebb lapjának, mert hogy nagyon jó dribblinggel rendelkezik, ami mondjuk úgy, hogy labdavezetés és cselezés és hasonló. A befejezés pedig általában tökéletes vele, de ezt egyébként azért láthattuk, bár ugye minden igaz, akkor eddig Pelé még nem volt. Eusebio kapcsán inkább arra akartam utalni, hogy azért az ikonokat lehet látni, hogy elég nagy szolgálatot tesznek egy-egy csapatban. Ettől függetlenül. Ugye, vannak még jó játékosok is ezekben a csapatokban. És Chelsky egyébként azt nyilatkozta a felkészülés tekintetében, hogy a havi döntőre ő munkával készül, mert hogy ugye feloldották a korlátozásokat, és ő is újra nagyban munkába állhatott. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ő abban találta meg azt, hogy teljes egészében mondjuk fejben rá tud hangolódni egy ilyen versenyre. Hozzáteszem, na, közben Mané. Lesz ebből lövés, jaj, de szép a középre tett labda! Bruno Fernandes, ki más, hanem ő. A 40. percben tehát megvan az egyenlítés. Pont azt akartam kiemelni, hogy azért szeretem például ezt a kérdést, hogy ki hogyan készül fel. Itt meg lehet látni a visszajátszásban, hogy sikerült a kapus mellett ellőni a labdát. Nagyon nagy észrevétel volt, mert egyébként nem Bruno Fernandes volt így első kézből, aki a legjobb szituációban találta magát, és aztán mégis, ahogy belépett két védő közé, és ahogy kivárt Manéval, és nem adta le egyből, a mellette lévő játékosnak így gyakorlatilag Bruno Fernandessel megoldotta ezt a dolgot. Szóval azért szeretem például ezt a felkészülési kérdéskört, mert nagyon sok esetben, közben sikerül lefülelni a labdát, szóval nagyon sok esetben hasonlóan vélekednek a játékosok, vagy olyan barátokkal készülnek, akik hasonló szinten vannak, vagy próbálnak minél több meccset játszani, vagy akkor a Weekend League találkozóival pörgetik fel magukat, vagy egyéb ilyen dolgok. Viszont időnként azért elő-elő fordul, hogy olyan játékosok is vallanak erről, akiket nem feltétlenül tartana az ember esélyesnek. És hogy mire is akarok kiukadni? Például arra, hogy Chelsky megfordította a mérkőzés állását. Gyönyörű volt, hogy megint lekészítette Bruno Fernandesnek, és ott van a második találata. Egyébként eddig, miközben lefújja a játékvezető az első félidőt, szerintem ez az egyik legnyerőbb, ha lehet így fogalmazni, kártya ebben a fináléban. PS4-esen is letette a névjegyét, és most már Xboxon is lehet látni, hogy igen, lehet építeni a Team of the Season kártyára. És itt meg 3-3 a 3-2-vel szembe kapura lövési próbálkozások és kaput eltaláló lövéseket illetően. Szóval, hogy csak ki tudom most már emelni a mondani valómat. Sok olyan útja van szerintem, vagy módja egy felkészülésnek, ami nem feltétlenül kapcsolódik a FIFA-hoz, ugyanis olyan tevékenységeket is tett, miközben ott volt egy előnyszabály űzni, ami fejben nagyon fel tud tölteni. És lehet, hogy van, akit például a munka tud igazából ebből a szempontból felpörgetni, főleg egy ilyen időszak után. Hirtelen azt hittem, megijedtem, hogy miért rezgett a háló, de csak, ugye, a palánkról visszapattanó labda miatt történt ez meg. Mané, nagyon szép volt a csár, robokat a bal oldalon, teljesen üresen. Babu próbálja üldözni, és elképesztően gyors, tehát be is érte, vissza kellett fordulni a Chelsky-nek. És nekem úgy tűnik egyébként, hogy nagyon fel tudott töltődni Chelsky, tehát így zárójelbe ezzel lezárva ezzel a mondandót, és ez nagyon sokszor nagyon fontos tud lenni. Miközben ott volt egy középre tett labda, de ez most nem juthatott el a címzettig. Vieirával próbált belelépni, Chelsky ettől függetlenül Atalig eljutott a labda, és az a csel is jó, sőt, három emberen vere... és se tudom mondani. Olyan varázslatot mutatott be Atal, hogy három emberen keresztül verekedve magát kiegyenlít. Egészen elképesztő. És még ott egy kötény is volt, hogyha jól láttam. Meg aztán némi szerencsés, hogy nála maradt, és négy ember gyűrűjéből
tudta véghez vinni mindezt. Kettő-kettő. Nagyon úgy tűnik, hogy itt is elég egy szinten vannak ezek a játékosok. Úgyhogy nem tudják olyan könnyen eldönteni ezeket a mérkőzéseket. Rashford közben csak hátrafelé tudja vezetni Chelsea. Egyébként a nagy döntőben, legalábbis ugye, a fináléban Vadicska Oliver várja majd az ellenfelét, aki óriási formában játszik amúgy. De hát szerintem ezek közül a játékosok közül mindenkiről elmondható, akik már idáig a top 3-ba jutottak. És be is mutatják, hogy egyébként ez valóban igaz. Wan-Bissakával sikerült hátrafejelni. Egyébként, hogyha jól tudom, legalábbis még legutóbb, amikor a bővebb, vagy hát a nagyobb számú, létszámú keretet kihirdette, Gareth Southgate, az angol szövetségi kapitány, elvileg ő nem került be. Pedig több United szurkoló is azt állítja, hogy Wan-Bissaka nem fut egy olyan rossz szezont, és kicsit érthetetlen, hogy vajon miért nincs ott a hátvédek között. Pedig az angoloknak is most egy elég megfiatalított és ütőképes keretük lehetne. Majd meglátjuk, hogy a minius 11-én, múltkor rosszul mondtam amúgy, mert 13-át datáltam torna kezdési időpontjára, miközben egyébként 11-én indul el valójában az Olaszország-Törökország találkozóval. Majd meglátjuk. És meglátjuk, hogy ahogy itt cselezget jobb szélen, Gyesero Akvárral, Neymar, Wan-Bissaka. Most áttért szinte a másik oldalra, Kurzawa, és aztán már ott van Bruno Fernandesnél, de ez a passz, ez nagyon nem volt jó. Neymar, Pelé, Atal. Egyébként, hogy az ő lapját is sokat dicsérik, Mbappé közben be tudja verekedni magát, egészen az ötösön belülig! Nem mondott komolyan! Ezt Chelsea-nek le kellett volna, hogy mondjam, határozottabban reagálnia. Ő is számított erre, ebben biztos vagyok, mert ilyenkor nagyságrendileg ez a forgatókönyv, hogy vissza fogja valakinek passzolni. Hát, nem tudom. Ezt azért egy picit benézte, én úgy gondolom. Sokáig engedte, hogy Mbappé vigye a labdát. Na hát, most már két fordításon is túl vagyunk itt időközben. És most megint Zsero áll jobban. Neymar. Pelé. Só. Oda tudott lépni, vagy szúrni, de ettől függetlenül megszerezni a labdát, már nem tudta! És az utolsó pillanatban... What? Hát az hogy ment ki Peléről? Hát oda léptek, és akkor ezek szerint úgy léptek oda, hogy... Hát én nem bogozom tovább ezt a történetet, maradjunk annyiba, hogy... A játékvezetőnek igaza van. Kiment a brazil legendáról. Mané. Ő de kemény odalépés volt. Nem fújt a játékvezető. Ronaldo. Viszont így meg kicsit a lendülete elveszett ennek a támadásnak. Pedig óriási labdaszerzés volt. 81. perc, hozzáteszem. És de jó látni, hogy egyébként azért itt is gólokban nem szenvedünk hiányt. Renato Sanchez, majd Davies. Zserónak nem tudom mennyire űződik még érdeke ahhoz, hogy itt az utolsó percekben is támadjon, mert nyilván azért ő is azt szeretné, hogy legalább még egy gólt szerezzen, és akkor nem csak ez a végeredmény lenne egy picit megnyugtató, hanem a következő game is azért valamivel számára kecsegtetőbb lenne. Így is van, nagyon szép volt, hogy Mbappét ki tudta ugratni ott a jobb szélen. Ez is egy jó középretett labda! Jaj, de higgadt megoldás! Erről volt ismeretes egyébként a megyék csatája alkalmával is, és itt is bizonyítja. Így van. Megfogta azt az eredményt, és nagyon közel húzta magához, hogy ebből győzelem legyen. Ezt szimbolizálta Neymar mozdulatsora is. 4-2, ezzel pedig egy picit el tudott most húzni Chelsea-vel szemben. Atal. Sanchez, ez megint egy nagyon szép háromszögezés a kényszerítőt követően, de... Nem jut előrébb, mint ahogy Chelsea is. Ú, egy picit itt most leült az ő részéről a történet.
nem nagyon tud hozzászagolni ehhez a meccshez itt az utolsó negyed órában. Eddig azért aktívabb volt, meg veszélyesebb. És Eró most azért elég komolyan begyújtotta a rakétákat, és uralja itt a mérkőzés végét, mondom, tehát áttevődött a játéképe. Ó, és ott az ötödik! Nem csak áttevődött, hanem komoly eredményt is hozott ez a fajta nyomás Seró részéről. Hát itt szerintem ezt a gólörömet ezt nagyon-nagyon sok ideig gyakorolták, és gyakorlatilag egymással versengenek itt a játékosok, hogy minél tökéletesebben mutassák be. Pelé gólja volt, és gólöröme az utolsó momentuma az első meccsnek. Hát, kérem szépen, 2-2-ig minden rendben volt. Aztán olyan, mintha a második játék részbe hát rákapcsolt volna Seró, és akkor úgy volt vele, hogy hát eddig engedtem, hogy az történjen, ami. Utána viszont úgy volt vele, hogy ezt a mérkőzést le kellene zárni, de nagyságrendileg úgy, hogy mondjuk a visszavágón se feltétlenül legyen sok szansz a Chelsea-nek, és azt gondolom, hogy az eddigi, tehát a második félidőt tekintve ez volt az eddigi legsimább mérkőzésünk, és kérdés lesz, hogy ebből a mínusz háromból ebből igazából fel lehet állni úgy, hogy nem tudom, tehát legalább kiegyenlítsen. Ez egy nagyon nagy kérdés. És akkor egy ranglistát meg Xboxra közben nézzünk, hogy hogyan is állnak ugye itt a pontszerzők. Hát Boris bár most csak nagyon kevés pontot fog gyűjteni, de nincs rossz helyzetbe. Kondakor Kevin is ott volt a legutóbbi kiírásban, mint ahogy most is. Seró a 60 pontjához képest igazából, ha így folytatja, akkor 80-at szerezhet, amivel szintén bebiztosíthatja ugye a helyzetét. És ahogy nézem, a többiek pedig ugye, nem tudtak bejutni. De Radibiceps még itt volt, viszont ő gyakorlatilag két fordulót követően a mai nap kiesett. Úgyhogy nézzük akkor a visszavágót. Az biztos, hogy a legfölényesebb győzelmeket azt Vadics Olivier hozta össze. Nem tudom, hogy ellene mi lehet majd az ellenszer. Bár hozzáteszem, hogy Seróval ő még nem játszott ma. De 6-2-re nyert. Úgyhogy ott is egy revansz következhet majd. Legalábbis a jelen állás szerint. De van még egy visszavágó. És amilyen izgalmakat hozott ez a mai nap, nem lehet sosem tudni, hogy mi a helyzet. Közben ugye tiszta zöldben továbbra is Seró játszik, és úgy tűnik, hogy váltott full fehérre Cselszki a kékről, és akkor lássuk Mané. Fernandes. Ugye itt is, mivel ugye itt nagyobb gólkülönbség van a két játékos között, csak úgy, mint az előző fináléban, egy gyors gól sokat jelentene, és lehet, hogy össze is jön. Nem, azért Van der Sar addig nyújtózkodja, míg a 16-osod ér, ugye? Ezt a mondást, ezt biztosan sokan ismeritek, és ezt most meg is tette holland visszavonult kapus. Atal! Hihetetlenül gyors, Van Bissaka nem is nagyon tudja behozni őt. Így van, nagy volt a sebesség, különbség azonban. Ez a bepassz, ez meg nem működött jól. Neymar. Legkövethetetlen egyébként néhány támadónál, hogy milyen gyorsan tud jobbra, balra, előre, hátra forgolódni. 500-ig. Hoppá! 500. fellépése Vieira-val Chelsea-nél. Ezek szerint akkor az 500. meccsét játsza Chelsea, úgyhogy ezt a kártyát ugye kezdőként küldte pályára. Ilyen érdekes statisztikát mutatott meg nekünk a játék. Tök jó. Tól hozzáteszem, hogy ez a FIFA 22-ben, bár ugye valószínűleg sokan nem értenek azzal egyet, de talán ebből a szempontból egy minimálisan lehetne lassítani a játékot, mert elképesztő, hogy elég ellentmond a fizikának az, hogy úgy térülnek, fordulnak ezek a játékosok. Például Bappé, hogy tehát, nem tudom, ha pislogtam volna, itt most az egész jelenetről lemaradok, olyan gyorsan történt meg minden. És hogy ezáltal is kicsit segítenék a védők munkáját. Ugye van a mesterséges intelligencia általi blokkolás, amit meg sokan túlzónak tartanak, és abból is lejjebb kéne csippenteni, pont emiatt, hogy inkább a játékosan múljon. Tehát, hogyha jól megtanulja a védekezést, akkor rajta múljanak ezek a helyzetek, ne pedig az AI oldja meg, vagy az AI túrjon ki az ellenfél támadójával, ha már összehozott egy nagyszerű lehetőséget, de ugyanez igaz fordítva is, hogy ne lehessen tényleg az, hogy
még a villámnál is gyorsabban váltanak irányt ezek a támadók. Attal közben. És még Renato Sanchez is hihetetlen gyorsasággal kezdi el a labdát. Pelével viszont nem tudott most kapura fordulni. Sero. Egy dolog az rögtön látszódik. Sero nyugodtan passzolgat. Őt aztán tényleg igazából semmi nem zavarja. Jaj, de szép bejátszott labda volt. Neymarral pedig megvan a szépítő találat. Vezet 1-0-ra Chelsea, megkezdte a hátrányának a ledolgozását. Team of the Week lap. Neymarnál. Neymar egyébként a Team of the Week 18. kiadásában jelent meg ez a 92-es lap. Hozzáteszem egyébként Neymar abból a szempontból érdekes, hogy mindössze 3 lapja van csak. Ugye a FIFA 21-ben az alap 91-es mellett ugye van ez a Team of the Week és a 96-os Team of the Season igazából. Vagy tehát ezek közül nem véletlen, hogy talán az IE sem viszi túlzásba a brazil hype-olását, mert igazából szerintem mindegyik lapja kiváló, és ez látszott is a havi döntősök mezőnyében, hogy azért elég sokan kedvelik, bármelyik verziójáról is van szó, ez igencsak használható. Ronaldo közben. Mané. Ez megint jó. És ott a következő! Az egy dolog, hogy Bruno Fernandes, ugyebár, de hogy elkényelmesedett Sero, és úgy van vele, hogy hát vezetek 3-mal, nem jelent az olyan nagy problémát. Hát igen ám, csak nagyon elvékonyodott az a bizonyos jég a talpa alatt, mert hogy most már csak egyetlen találat választja el attól Chelsea-t, hogy mondjuk hosszabbításra, vagy aranygólos megoldásra kényszerüljenek a felek, ettől függetlenül azért még rengeteg idő van ebből a mérkőzésből. Ideje lenne felébrednie amúgy Sherónak, mert ha így folytatja tovább, a számára nem kecsegtető. Attal közben. Sanchez. Na kinek lehet adni? Neymar. Visszalépett labdáért. Aquar. Pelé. Csak hátrafelé. És akkor még rímeket is fabrikálok. Fantörpikus. És ilyen Kurzawa nagyon szép volt egyébként a szerelés. Jött a szöglet kicsibe gyorsan. Hát alát jött a jobb oldalra. Babu. Jó ég, már vagy 7-8 játékos is ott volt a 16-os környékén, de végül is bejuttatni a büntető területre nem tudta a labdát Sero. Vieira. João Cancelónak hátra. És egyébként az az igazság, hogy Chelsea-n sem vettem észre, hogy elképesztően törtetne azért, hogy szépítsen, vagy felzárkózzon, vagy megkezdje ugye az egyenlítésért vívott csatáját, hanem szép, megfontolt játékkal igyekezett eljuttatni a lasztit a támadó harmadba, és ott nagyon kreatívan és ügyesen gyakorlatilag tisztára tudta játszani mindig valamelyik játékosát, és így megoldotta a dolgot. Hát 2-0-ra vezet a Chelsea fan. Egyébként neki azért nem gyenge eredménye lenne az, hogyha mondjuk gyorsan felvázolok egy ilyen jövőbeli koncepciót. Ma például megnyeri ezt az összecsapást, aztán nehogy Isten behúzna az első helyet, és mivel Chelsea fan, ezért gondolom, hogy a Bajnokok Ligája döntője is igencsak kellemesen végződhetne ugye számára, hiszen hoppá! És ott a következő nagy löket. Van der Sarnak kellett óriásit védenie, és még megpróbálkozott szinte nullszögből rádurrantani. Ezt is védenie kellett a holland kapusnak. Szóval, hogy mi van, hogyha este még a Chelsea is rátesz egy lapáttal és behúzza a BL trófeát. Hát akkor azt gondolom, hogy Chelsea-nek ez egy igazán emlékezetes nap lenne. Sanchez és Davies.
húzódik be a védővel, nagyon jól tette, hiszen visszafelé robogott aztán az egyik játékosa a középpályáról. Ez sok esetben egyébként védekezés szempontjából az egyik legjobb verzió. Be kell húzódni a védővel, és nem szabad így teret engedni a szélről érkező támadónak, hogy valaki üres játékost ugye játékba hozzon, és ez a másik, hogy a nagy lendülettel visszazáró védekező játékos pedig sok esetben amúgy, hogy az utolsó pillanatban vált rá az ember, akkor bőven meg tudja oldani a védekezést. Szóval azért defenzív játéknak is megvannak a maga trükkjei. Nagyon szépen, ameddig csak lehetett, visszazárt Cselszky, és legjobb ütemben lépett ki. Bruno Fernandes szépen tartja a labdát. Mané. Az is jó. Ez viszont már itt túl gyors volt. Ezt már szerintem ő sem tudta lekövetni, miközben Rashford egy ilyen balettos mozdulattal, de valahogy meg tudta szerezni a labdát, de hát azért Walkert sem ejtették a fejére. Viszont ez az összjáték itt nagyon-nagyon nem volt jó Sero részéről. Továbbra sem érzem azt, hogy felébredt volna. Nagyon nagy kontraszt van az előző meccse meg a mostani között. Persze az is lehet, hogy Cselszky elképesztően felszívta magát, de amit művelt a második félidőben Sero, hát nem tudom, nyomát sem lehet látni, miközben egy nagyon szép kapáslövés, de nincs meg a harmadik találat. Hát egyre közeledik egyébként Cselszky ahhoz, hogy ezt a párharcot így kiegyenlítse. Neymar Junior. Be tud törni megint a 16-oson belőlre, Walker pedig majdnem spárgázik, de csak bele tudott lépni abba a paszba. Mbappé belé is mélyen saját tér felén a brazil támadó. Nem akar kitámadni, csak az utolsó pillanatban, és egyelőre Cselszky ezzel nagyon megzavarja, de hát van ott egy Neymar. Ugyebár ezek azok a jelenetek, amelyek nem fogjuk tudni megnézni, amelyek, hát nem tudom, lehet, hogyha megkérdeznék 100 fifást, abból mondjuk 90-en azt mondanák, hogy minden meccsen talán legalább van egy ilyen. Igen, itt lehet látni, és hogyha igen, picit, hogyha vissza tudjuk pörgetni. Szuper. És amikor bepasszoljuk majd Neymarnak, vagyis jobban mondva Sero, itt lehet látni. Még egy picit engedjük. Így. Az átvétel, ha itt megállítjuk, akkor lehet látni, hogy lehetetlen szerelni. Tehát három játékos van Neymar közelében, ugyebár, de aki rögtön mögötte van, nem tud úgy odalépni, hogy gyakorlatilag labdát szerezzen. Tehát kettő eset van, picit eltalódik a labda, vagy elpattan a labda Neymartól, de valószínűleg marad igazából, miközben megy tovább a mérkőzés, nem maradtunk le igazából. De lemaradtunk egy gólról, 2-1 van ugyanis. Ja nem, jó, megzavarodtam. Ten az előző szépítés az összejött Serótól, és így akkor ez azt jelenti, hogy azért megint most már két gólos az előnye. Szóval, hogy áttaláló játékos rá fog tudni fordulni úgy, hogy igazából sansztalan a védekező. Tehát gyakorlatilag 99% az esély, hogy ebből gól születik a 16-oson belülről. Mert egyszerűen túlságosan jól tudja fedezni a labdát, és egy ilyen rúgó technikával megáldott játékos meg aztán abszolút odarúgja ilyenkor, ahova akarja. Ez picit a valódi futballtól. A picit azt tegyük zárójelbe, miközben Edersonnak kellett egy óriásit védenie. És mondjuk úgy, hogy meccsben tartania Cselszkyt. Na, hát Sero dörzsölgeti a szemeit. Jó reggelt kívánok, megérkezett a második mérkőzésbe. És akkor nézzük, mert most már nagyon fogy az idő, és kettő találatot kellene szereznie Cselszkynek, hogy itt valami történhessen. Szóval visszatérve az előző szituációra, ez azért előtt, mert sok esetben valóban a háttaláló játékosnak megvan az a privilégium, hogy rá fog tudni fordulni a kapura, de azért valljuk be, hogy nagyon sok esetben a védekező játékosnak egy csomó
lehetősége van ott, hogy, hogy megakadályozza abban, hogy ha nem is azt, hogy kapura lőjön, és közben jön Van der Sar, és pont annyira tudott belepöckölni, hogy a Sherrownak tökéletesen alakult, és így ki tudta vágni a labdát. Szóval, hogy, hogy a kapura lövés meg is történik, de abból nem lesz ilyen tökéletes lövés. Hop-hop, és elmegy a labda! Ó, és a kipattanót viszont sikerül gólra váltania, de ez így les. Hát az a bizonyos partjelző nem beleköp Cselszky levesébe. Hát ő dolgozik, és lenget. És nem nézi el. Nincs úgy vele, hogy hát úgyis még egy gól dönt, meg így izgalmasabb lenne. Nem. Vétett a szabályok ellen. Ez viszont már szabályos. Borul az egész zöldmezes csapat, mert tudják, hogy az az egy gól, az nem ledolgozhatatlan. Na hát akkor ez is egy végletekig kiélezett összecsapás, kérem szépen. 6-5 Sherrownak. De jó ég, micsoda erőt vesz ez ki mind a két játékosból. Egyébként hozzáteszem, hogy szerintem ez egy picit most Olivernek, a döntős vadicska Olivernek kedvez, mert itt most olyan akkorát csatáznak a srácok, olyan hőfokon égnek, hogy az azért kiveszi az erejüket, és hát ne felejtsük el, hogy sok szusszanásnyi idejük nem lesz, hiszen pörögniük kell a fináléval is. Aztán mondjuk lehet, hogy bármelyikük is nyer, az hatalmas löketet kap ebből. 92. perc, Sherrown szöglete, és ott a következő kicsiben megoldja, kiviszi az oldalvonalon túlra, és megnyeri az összecsapást. Necces volt egy picit, de csak összehozza 6-5-re. Hát elfogyott az a három gólos különbség, kérem szépen. Elég keményen. Itt pedig, hál' Istennek, rögtön meg is nézhetjük. Nem nézhetjük meg? Nem nézhetjük meg. De jó lett volna, de nem nézhetjük meg. Minden esetre, de hát nekünk van egy kollégánk, aki azonnal bemutatgatja itt. Mi történt? Van der Sar, szegény kapus egyébként ugye a védőről megpattanó labdát. Aha, igen, és akkor itt nézhetjük meg a lest. Igen, a lövés pillanatában is. Jogos igazából. Azt kell mondjam, jogos. Hogy lestítélt, ugye egyértelműen beleavatkozott a játékba, és ugye nem tehetett ellene senki semmit, hiszen a védő a közelében nem volt, úgyhogy ez így tökéletesen látszik, jó ítélet született természetesen, és akkor ez szerintem a következő, ez meg nem volt le... ez is egyébként, ha vonalban megállíthatnák a kamerát, akkor ugye kérdéses lenne, hogy valóban, de ez inkább kevésbé volt les. Igen, ez még belefért egyébként mindenképpen, azt kell, hogy mondjam. De azért valószínű itt is lehetne. Igen, ez bőven. Szabályos gól volt. Hát kérem szépen, az a jó mindig egy ilyen mérkőzés után, hogyha van miről beszélni. És eddig minden egyes mérkőzés ilyen volt, és abszolút ezért izgalmas. A Hunes FIFA Masters Powered by Kanta, mert a srácok tényleg kihozzák magukból, lehet, hogy még a maximumon túli teljesítményt is, mert itt tényleg 120%-on pörögnek. A nagy kérdés azonban az, hogy Xboxon vajon megállítható-e az eddig gyakorlatilag a mezőnyt letaroló Vadicska Olivér. Hát Sherrownak megvan az a lehetősége, hogy ezt megpróbálja bebizonyítani, hogy itt még neki van azért esélye. Vajon tényleg képes lesz? Azt nem tudom. Egy röpke szünet, és aztán jövünk vissza, és megmutatjuk az Xboxos finálét is. Hé kisfiam, hozd a nehéz tüzérséget! Nem azt! Bevásárolni megyünk! Húzkálsz a pontokban? Mutatom, hol kösd el! Az Esport egy piacán találsz friss profilskineket, ropogós perifériákat és különleges relikviákat. Már mindet megszerezted? Nézd vissza minden nap a legújabb ajánlatokért! Addig is csatlakozz az Esport egy közösséghez! A győzelemhez erőllét, gyorsaság és taktika kell. A monitor előtt is. A hazai e-sport támogatója a K&H Bank. Dönts okosan!
Bayern belülig, nem mondott komolyan. Ez Chelsea, ez is egy jó középretett labda, jaj, de higgadt megoldás. Erről volt ismeretes egyébként. Áttevődött a játékképe. Ó, és ott az ötödik. Nem csak áttevődött. Úgy térülnek, fordulnak ezek a játékosok. Például Bappé, hogy... Tehát, nem tudom, ha pislogtam volna, itt most az egész jelenetről lemaradok olyan gyors. Nyugodtan passzolgat. Őt aztán tényleg igazából semmi nem zavarja. Jaj, de szép bejátszott labda volt. Neymarra. Ronaldo közben. Mané. Ez megint jó. És ott a következő! Jó pillanatban is egyelőre Chelsea ezzel nagyon megzavarja. De hát, van ott egy Neymar. Oda rúgja ilyenkor, ahova akarja. Ez picit a valódi futballtól. A picit azt tegyük zárójelbe, miközben Ederson. A lövés meg is történik, de abból nem lesz ilyen tökéletes lövés. Hop-hop, és elmegy a labda! Ó, és a kipat! Bele, hogy hát, úgyis még egy gól dönt, meg így izgalmasabb lenne. Nem! Vétett a szabályok ellen, ez viszont már szabályt is. Sokat dicsérik Mbappé közben. Be tudja verekedni magát egészen az ötösön belülig! Nem mondott komolyan! Ez Chelsea, ez is egy jó középretett labda, jaj, de higgadt megoldás! Erről volt ismeretes egyébként. Áttevődött a játékképe. Ó, és ott az ötödik. Nem csak áttevődött.